Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. A múlt hetet az Ocean Gate nevű cég titán merülőhajójának balesete tematizálta. Az Ocean Gate turisztikai célokra, kutatásra, felfedező útokra kínál merülőhajókat, most a titán nevű hajó a Titanic roncsához indított túrán szenvedett balesetet, mind az öt utas, köztük a vállalatot vezető és tulajdonló Stockton Rush is életét vesztette. Az ország másodpercek alatt képezte át magát magas hegyi mászóból tengeralattjáró kapitánnyá, és kezdett el minek mentotázni. Ennek a videónak nem célja az ítélkezés, pusztán csak szeretném kifejteni a hajó műszaki hátterét, hogy az eddig megismert tények alapján értelmezhessük a történteket, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy biztosat majd csak a vizsgálat után lehet mondani, de addig is érdemes foglalkozni vele, mert egyrészt roppant tanulságos, másrészt egy ilyen hajónak a műszaki és technikai háttere elképesztően érdekes. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Először is tisztázni kell a fogalmakat. A híradásokban és a cikkekben a titára, mint submersible hivatkoznak. Na most, a submersible az nem a submarine bigflangosabb megnevezése, mert ugye a submarine a tenger alatt járó, a submersible viszont talán merülőhajónak fordítható. A kettő közt érdemi különbség van, ami most itt nagyon fontos is lesz a baleset szempontjából. Tehát a tenger alatt járó, vagyis a submarine, az képes önállóan kihajózni. Egy tokból merülést végrehajtani, mozogni, felemelkedni, katonai tengeralattjárók akár hónapokon keresztül is önállóan. Ezzel szemben a submersible, vagyis merülő hajó erre nem képes. Mindenképpen szüksége van egy felszíni kiszolgálóhajóra, itt a Titán esetében egy jégtörőhajót használtak, valamint szüksége van egy indító platformra, amin keresztül a vízbe eresztik, és arról indítják el bizonyos mélységben, és mozgásra is csak korlátozottan képes. Itt a Titánnál 3 csomós, vagyis nagyjából 5,5 km/órás csúcssebességről beszélhetünk. Tehát a Titán az egy merülőhajó, submersible, viszont innentől kezdve mindenképp számolni kell azzal, hogy rengeteg a feltételezés és az Ocean Gate által, valamint a kutatók által megosztott információkra tudunk csak hagyatkozni, és ahogy az látszani fog, az Ocean Gate által megosztott információk sem feltétlen pontosak. A hajó egy korábbi fejlesztésük, továbbfejlesztett változata 2018 és 2019 között épült, a Titánt már tesztelték, igaz, csak partközelben, viszonylag kisebb mélységben, meglátogatták például az Andrea Doria roncsát, ami 50 és 75 méter között fekszik, ami semmi esetre sem 3800. Ahogy arra dr. Balogh Tamás, műemlékvédelmi szakjogás, hajózás történeti szakíró és roncskutató az interjúiban kitért, az egyik legkomolyabb agály a Titánnal kapcsolatban az volt, hogy semmilyen szabályzó szervezet nem hagyta jóvá. 2018-ban a Marine Underwater Society, egy tengeri iparági szereplőket töprítő szervezet jelezte Stockton Rush felé, hogy az ismert adatok alapján semmilyen nemzetközi minősítésnek nem felel meg a hajó. A legfontosabb kérdés, hogyha nem felel meg semmilyen nemzetközi minősítésnek vagy szabályozásnak, akkor mégis hogy mehettek el vele merülni, ráadásul ekkora mélységbe? Erre is a dr. Balogh Tamás adott választ, ezek nemzetközi vizek, vagyis nem érvényesek rá szabályozások, hiszen nem érvényes rá egy ország szabályozása sem, mert nem tartozik senkihez. Mellesleg Stockton Rush, az üzletember, az aggályokra azt válaszolta, hogy ez egy innovatív kísérleti eszköz, tehát normális, hogy még nincsenek olyan szabványok és tesztmódszerek, amelyeknek megfelelne. Azt mondta, hogy tulajdonképpen ez az innováció lényege, a fejlesztés, az előrehaladás az ezzel jár. Érdemes egy kicsit megismerni a gépet. A Titán nagyjából 6,2 méter hosszú és nagyjából 10 tonna. A szerkezeti felépítése nagyon érdekes és egyedülálló, erre majd mindjárt kitérek. Ugye a lényege az, hogy itt nem egy gömb a merülőhajó, hanem a gömböt félbevágták és betoltottak közé egy törzset. Na most a képeken ez nem látszik a hátsó gömb, mivel van mögötte egy áramvonalas burkolóelem, ebben vannak a létfenntartó rendszerek, az akkumulátorok, vagyis a gépészet. Ahogy azt említettem, az ekkora mélységbe merülő merülőhajók hagyományosan gömb alakúak, hiszen a természetben ez a legszilárdabb forma, a nyomás eloszlása a szerkezet megterhelése szempontjából teljesen egyenletes. Például Robert Ballard, amikor 1986-ban először merült a Titanichoz, szintén ilyet használt, ez volt az Alvin, habár a gépészet nem a gömbön belül kapott helyet, hanem azon kívül. Ha megnézitek, az az élettér, ahol a kutatók helyet kaptak, az egy túlnyomásos gömbfülke, 51 mm falvastagságú titánból. Ugyanígy gömbfülkét alkalmazott a Trieste Batiscafnál Jacques és Auguste Piccard,
és ugye bizonyított is a technika, mert hogy 10.994 méterig merültek a Marianne-árokba. Ugye ez is, hát a formáját tekintve egy tengeralattjáróra hasonlít, de ebben is abban a felső jelentékeny méretű elemben a gépészet és a ballasztok kaptak helyet, az emberek és a létfenntartás az tulajdonképpen az elem alján lógó gömbben van, ott utaztak a tudósok. Na most a Titánnál a lényegi eltérés az, hogy a gömböt félbevágták, és közé építettek egy szénszálat kompozit csövet, 2,4 méter hosszút, aminek a falvastagsága közel 13 cm volt. Stockton egy interjúban elmondta, hogy a szénszálat a Boeing-től vásárolta, leértékelve, mivel a repülőgép gyártó már nem tudta volna felhasználni, hiszen túltárolta az anyagot, egyszerűen öregnek ítélték a beépítéshez. A Boeing szóvivője persze nyilatkozatban határolódott el, hogy sem a tervezésben, sem a kivitelezésben nem vállaltak részt, sőt, azt is hozzátette, hogy nem találtak arról feljegyzést a vállalatnál, hogy bármilyen alapanyagot eladtak volna az Ocean Gate-nek. Mindkét állítást érdemes fenntartásokkal kezelni, mert hát az látható, hogy Stockton sem a legmegfontoltabb módon járt el a tervezésnél és az építésnél, de simán lehet, hogy a Boeing is csak ki akar maradni minden szinten a balhéból. Érdekes, hogy ugyanígy elhatárolódott a NASA, valamint a Washingtoni Állami Egyetem is, hogy ugyan biztosítottak teszt lehetőségeket, eszközöket és gépeket, de nem vettek részt semmilyen szinten sem a fejlesztésben, sem az építésben. Most ezt nagyjából valahogy úgy próbálhatjuk meg felfogni, hogyha valóban igaz, hogy ha én kölcsön adok neked egy kalapácsot, amivel rácsapsz az ujjadra, az nem az én hibám. Tehát az Ocean Gate elszakadt az ilyen mélymerülő eszközöknél használt hagyományos formától az innovációra hivatkozva, bár az is sejthető, hogy nagyobb a hasznos térfogat, és így több személy szállítható, hogyha ezt a csövet közbeiktatják. A hajó irányítója mellett 4 utas fér el, egy matracon ücsörögve, felállni, kinyújtózkodni, hát egyáltalán nem lehet benne. Volt benne nyilván WC, ugye ezek kifejezetten hosszú utak, ez egy ilyen kis elfüggönyözött rész mögül a hajó orrában a kémlelő ablaknál kapott helyet. Az innovatív dizájnnal kapcsolatban több probléma is felmerül. Az acél vagy titán, ha megfelelő eljárással gyertják, homogén egységet alkot, nem maradnak benne zárványok, vagyis feszültséggócok, így a megterhelés kisebb eséllyel roncsolja. Ezzel szemben a szénszálas kompozit, mivel szálakból szövik és a kötőanyag kevésbé homogén, nagyobb eséllyel maradhat benne feszültséggyűjtő pont. Itt jön képbe egy nagyon fontos fogalom, a ciklikus terhelés folyamán végbe menő fáradás. Mivel a fémek kristályszerkezetűek, ezért a fáradás minden irányban hasonlóan tervezhető egy adott mintadarab esetén. Ezzel szemben a CFRP, vagyis a Carbon Fiber Reinforced Polymer fáradása viszont nagyban függ attól, hogy az anyagban milyen irányban fekszenek a szálak. Ezért is lényegesen nehezebb megtervezni egy komplexebb szerkezetet szálerősítés műanyagból, és a változás is nehezebben követhető, habár nem lehetetlen, mert léteznek ilyen nagy mélységben használt víz alatti eszközök is. Szintén kérdéses az is, hogy csatlakozik a két félgömb a kompozit törzsre, vélhetően csak a ragasztás jöhet szóba. Az Ocean Gate kiadott erről egy videót, amiben látszik a folyamat, ám a szakértők szerint ilyen színvonalú ragasztás csak zárt, tisztított levegőjű, temperált környezetben mehet végbe, ami a videó szerint hiányzott, hiszen egy nyitott műhelyben zajlott. Felvettem a kapcsolatot egy olyan mérnökkel, aki dolgozott versenyautók szénszálas futóműelemein, és ő azt mondta, hogy a ragasztás kivitelezése drasztikusan befolyásolja az anyag terhelhetőségét és a szakító szilárdságát. Fontos figyelembe venni, hogy a szénszál, valamint a felhasznált titán teljesen máshogy reagál a feszültségre. Így, ahol a két anyag találkozik, megint csak sérülékeny gócok jöhetnek létre. És azt sem érdemes elhanyagolni, hogy ekkora mélységben már nagyon hideg van, simán előfordulhat, hogy mínusz fokos a víz, és a két fém hőtágulási együtthatója is drámaian különbözik. A szálerősítési műanyag hőtágulási együtthatója 2,5, a titáné pedig 8,5. Ilyen megterhelésnél gyakran kell ultrahangos eszközökkel vagy röntgennel ellenőrizni az anyagot, hogy keletkeznek-e repedések, még ha csak mikroszkópikusak is. Rush azt állította, hogy a titánnak van egy belső rendszere, amely figyeli a törzs állapotát, és képes előrejelezni az implóziót, viszont egy korábban az Ocean Gate-nek dolgozó mérnök azt állította, hogy ez a rendszer csak másodpercekkel a baj előtt képes jelezni, vagyis nem sokat ér. A Titanic mélységében elképesztő nyomásról beszélünk, 3800 méteren közel 400 bár. Dr. Balogh Tamás erre úgy hivatkozott, hogy nagyjából, mintha rátámasztanánk az Eiffel-tornyot az Ocean Gate titán hajójára. Na most a titánnak ez volt a 12. útja, és a fentiek alapján erősen valószínűsíthető, de nyilván ez majd csak a vizsgálat után lesz kimondható, hogy az anyagfáradás okozta a katasztrófát.
Érdemes még beszélni a kémlelő ablakról. A Titán utasai egy 35 cm-es körablakon át tudták szemlélni a hajót. Ezzel a megvilágítással nagyjából egy ilyen 3x4 méteres szeletkét tudtak megtekinteni az amúgy 9 km hosszú roncsmezőből. Na most az a cég, amelyik legyártotta ezt a kémlelőablakot, 1300 méterig hitelesítette ennek az ellenállóságát, az Ocean Gate viszont szerette volna velük ezt kitalatni, de a cég ezt nem vállalta, mert egész egyszerűen nem volt olyan gépük, ami alkalmas lett volna a tesztelésre és a hitelesítésre. Sokan nevetségtárgyának gondolták az irányítórendszert. 4 elektromos motor volt a hajón, 2 vízszintesen, 2 pedig függőlegesen építettek be, ezekkel szabályozták a haladás irányát, valamint a süllyedést és az emelkedést, ezt pedig egy Logitech PlayStation kontrollerrel vezérelhették. Na most az igaz, hogy például az amerikai hadsereg is használ ilyen kontrollereket, például robotgépek irányítására, viszont azt hozzá kell tenni, hogy itt a hangsúly a roboton van, vagyis hogy közvetlen emberéletet nem veszélyeztet. A Logitech kontroller itt 2 nagyon fontos kérdést vett fel. Az egyik, hogy azon túl, hogy embereket vittek a hajóval, az az, hogy ez Bluetooth-szal működik, és a Bluetooth a nappaliban, mondjuk Gran Turismozás közben egy teljesen vállalható megoldás, viszont nem a legstabilabb jeltovábbítási rendszer. Nyilván, aki már használt autós kihangosítót, az tisztában van vele, hogy azért tudnak lenni problémák. A másik probléma, hogy mennyire tűzbiztos. Ugye a hajózásban, főleg ilyen merülő hajóknál, ez az egyik legkardinálisabb kérdés, hogy minden elektronikai eszköznek szikramentesen kell működnie. Tehát nem fordulhat elő olyan, hogy egy csatlakozót bedugsz és szikrát vett, hogy megnyomsz egy gombot, és amikor zár az áramkör, szikrát vett. Most több, mint valószínű, hogy egy Logitech kontrollert erre nem készítenek föl, miért is tennék, a nappaliban viszonylag kicsi a veszélye annak, hogy bármi kigyullad, de ha meg is történik, a házból ki tudsz menekülni, egy 3500 méter mélyen úszkáló járműből nem. Több mint valószínű, hogy a hajóban használt többi elektronikai eszköz sem felelt meg ennek a követelménynek. És hogyha már az irányításnál tartunk, nagyon sok képen látszik az, hogy a Titánon kívül szabadon futnak vezetékek, például amik a meghajtómotorokhoz mennek, és maguk a meghajtómotorok is burkolatlanul álltak, ami főleg egy roncsmerülésnél tud veszélyes lenni, ugye a vezetékek elakadnak, de hogyha mondjuk az áramlat meglöki a hajót, tényleg nem tudott gyorsan mozogni, simán lehet, hogy egy áramlat elmozdítja, akkor neki tud koccanni egy roncsdarabnak, ami tönkreteti a motorokat, így mozgásképtelenné téve a hajót. Többen megdöbbentek azon is, hogy a Titán csak kívülről nyitható, hogyha az ember józan paraszti észre végig gondolja, akkor miért is akarná bárki kinyitni 3800 méter mélyen az ajtót. Viszont ez nem ilyen egyszerű. Megkérdeztem egy tengeri hajózásban jártas mérnököt a témával kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy a hasonló merülőhajóknál jellemző, hogy belülről is nyithatóak, már pedig azért, mert hogyha mondjuk sor kerül egy vészhelyzeti felemelkedésre, és a hajó még órákon át a felszínen sodródik, és nem tudják belülről kinyitni, nem férnek hozzá a külvilághoz belülről, akkor simán előfordulhat, hogy hiába jutottak fel a felszínre, megfulladnak, mert egyszerűen elfogy a levegőjük. A hajónak amúgy voltak biztonsági rendszerei is, például manuális leoldás a ballasztokhoz, ilyenkor ugye a hajó ledobja a súlyokat és felemelkedik, és volt benne úgynevezett Dead Man's Switch is, ami nagyjából úgy működik, mint a vonatoknál a masinista elalvás érzékelője, tehát adott időközönként meg kellett nyomni egy gombot, hogyha ez nem történt meg, akkor a rendszer azt feltételezte, hogy odabent valaki elájult, vagy elájultak, és ilyenkor megint csak automatikusan felemelkedett. De ha minden rendszer csődön pont, volt még egy rendkívül elmés biztonsági megoldás is, a ballasztot tartó konzolok 24 óra után egyszerűen elbomlottak, tehát mindenképpen felemelkedik a hajó, hogyha minden elektronikus és biztonsági rendszer is összedől, ugye ez a redundancia. Többen felvetették, hogy miért nem rögzítették kábellel a kísérő hajóhoz a Titánt. Most ez egyrészt megnehezítette volna a manőverezést, gondolj bele, hogy azon a picike hajón ott van 3 km acélsodrony, valamint roncsmerülésnél veszélyforrás is lehet, hiszen ha elakad, akkor megint mozgásképtelenné válnak, valamint tervezni kellett volna egy olyan rendszert is, ami képes leoldani vészhelyzet esetén ezt a kábelt. Egy dolog biztos, a tragédia sajnálatos módon megtörtént, a megtalált roncsok alapján a szakértők implózióra következtetnek, vagyis összeroppanásra. Amikor ez megtörténik, a külső nyomás hatására az összeomló törzs falai
2400 km/órás sebességgel mozdulnak befelé, tehát az összeomlás az 1 millisekundum alatt végbe megy. Az emberi agy 25 millisekundum alatt dolgozza föl a külső stimulusokat, a válaszreakció legjobb esetben is 150 millisekundum. Tehát igazából az utasoknak még csak a tudatáig sem jutott el, hogy megtörténik a tragédia. Ennek a történetnek amúgy van egy emberi oldala is. Stockton Rush több szempontból egy kellemetlen, antipatikus üzletember benyomását kelti, tett például olyan nyilatkozatot is, hogy nem akartam 50-es éveiben járó mérnök férfiakat felvenni, mert az nem inspiráló. Most gondolhatnánk, hogy emberünket megcsapta a wokizmus szele, de vélhetően inkább arról van szó, hogy egy 50-es éveiben járó mérnök az tapasztalt, tehát drága, és ahogy látszik, Stockton szeretett spórolni. Ennek ellenére mégsem lehet azt mondani, hogy pusztán a pénzért csinálta, hiszen hitt a Titánban, maga is ott ült benne, ő irányította. Tehát valószínűleg, hogyha tisztában lett volna azzal, hogy ez így nem biztos, hogy jó, akkor nem viszi vására a saját bőrét. Utasonként 250 ezer dollárba került egy jegy a 8 órás útra, tehát 1 millió dollárt hozott túra. Könnyen gondolhatnánk azt, hogy egy ilyen viszonylag olcsó merülőhajóval ez a világ biznisze, de eszméletlen költségei vannak egy ilyen merülésnek. Tehát most például a kísérőhajó, ami jelen esetben egy jégtörő, azt ki kell hajóztatni Új-Fullandról közel 700 kilométert, már csak az üzemanyagköltség. Ugye ennek van személyzete, van technikai személyzete, a merülőhajónak, az utasoknak biztosítani kell az ellátását, a kiképzését. Vélhetően még így is megérte, de közel sem volt akkor a kasza, mint az ember a jegyárakat látva gondolná. Rush célja amúgy az volt, hogy megreformálja az ipart, tett is olyan kijelentést, hogy ez nem nagyapád tengeralattjárója, utalva arra, hogy mennyire más megközelítéssel dolgoznak a hajón. Érdekes amúgy, hogy Rush felesége, Wendy, leszármazottja Isidore és Ida Straussnak, akik a Titanicon utaztak. Az ő történetük arról ismert, hogy nem lett volna mindkettőjüknek hely a mentőcsónakban, ugye a nőket és a gyerekeket előrengedték, ezért úgy döntöttek a férjével, hogy a süllyedő hajón maradnak, James Cameron még a Titanic filmben is megemlékezett róluk. Érdekes kérdés amúgy, hogy mennyire biztonságos egy ilyen mélymerülés. Ha betartják a szabályokat és megfelelően megépítik, valamint tesztelik, és ez nagyon fontos, hogy tesztelik a gépeket, akkor tulajdonképpen elmondható, hogy az elmúlt 40 évben nem történt ilyen implóziós baleset. A Titanicnál 2012-ig 140-en jártak a roncs felfedezése óta, tehát 1985 óta, és nem halt meg senki. Amúgy az is jogos kérdés, hogy miért megy valaki a Titanic roncsához. Ez egy erkölcsi értékválasztási kérdés, van, aki szerint ez katasztrófa, turizmus, egótúra, de én ezzel nem értek egyet. Az ember ősi vágya a megismerés, kérdéses, hogy csak egy instaposztért megy valaki, vagy valóban érdekli és meg is éli a pillanatot. Mellesleg a Titánon utazott most kutató is. Amúgy talán jobb, mint hogyha valaki venne egy 12. Lamborghinit. Az Ocean Gate számára amúgy fontos volt, hogy a résztvevőknek meglegyen az az érzése, hogy expedíción vesznek részt, márpedig az expedíciónak csak azt nevezhetjük, aminek a célja a megismerés, feltérképezés, megértés. Az Ocean Gate azt mondta, hogy felvételeket készítenek a merüléseken, ezzel hozzájárulva a tudományos munkához, viszont idén májusban befejeződött az a munka, amiben feldolgozták a roncsot és a teljes környezetét, és megtekinthető egy teljes digitális modell, vagyis okafogyottnak tekinthető az ilyenfajta képalkotó tevékenység, és hát nem is nagyon érdemes vele elmarketingelni a tevékenységet a gazdagoknak. Írjátok le, hogy mit gondoltok erről a balesetről, de azért érdemes tisztelettel hozzáállni, mégiscsak meghaltott ember. Remélem, jövő héten valamilyen vidámabb témával érkezünk, addig is iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, hamarosan találkozunk újra.